Na, sziasztok srácok, úgy gondoltam csinálok egy ilyen vlogot, egy ilyen városbejárós, vásárlós dolgot, el kell mennem el vásárolni, meg körülnézünk akkor a belváros környékén is. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours, I forgot the parts I'm missing. Na, találtam közben egy antikváriumot. Megnézem, nincsen olyan könyv, amit régen szerettem, ilyen kalandjáték, kockázat, interaktív könyvecsket. Különben tök jó, nem csak antikvárium, hanem ilyen régi cuccok is vannak rengeteg. Na, de mindjárt megyünk tovább. Na, most vagyunk a városházán elvileg. És arra van az óvárosi rész, elmegyünk egyet arra, meg lehet, hogy még végigjövünk akkor a Dunaparton is. Egyébként van vagy 11 óra, de nagyon forgalmas ez a rész már most. Na és akkor innen, ettől az utcától arra, abba az irányba is, meg abba az irányba is, gyakorlatilag ilyen hatalmas nagy olyan övezet van, ahol autók ugye nem tudnak bejönni. Szóval itt tényleg itt üldögélnek az emberek, meg sétálgatnak. Hát nem is tudom, hogyha hasonlítanám egy ilyen, fú, mint a Zegen a Kossuth út egész hosszába, egy 3-4-szer talán. Mindig Egerszekhez hasonlítom, mert a franc tudja, hogy miért. Ja, és egyébként rengeteg nemzetiség van, főleg német nyelvű. Ek ugye...
Van itt egy zenészünk is, úgy látom. És akkor innentől már ilyen baromi régi épületek vannak végig. Ilyen ligetek, meg kisebb sikátorok. Keveset dumálok, tudom, de most nekem is nagyon bejön ez a millió. Épp hogy befér a fa az épületek közé. Kicsit még odébb még akarok mutatni valamit, csak félek, hogy lemerül a telefonom. Vannak ilyen pici sikátorok, amik nagyon hangulatosak tudnak lenni. Na, és azt mi akartam még mondani közben, hogy ugye az épületek is, vagy az üzletek, minden még a modern üzletek is ilyen épületekben vannak bent. És hogy olyan, hogy kívülről ilyen jellegű épületek végig, bemész, akkor meg ilyen holt modern, tudod. És hogy fasza. Silent nights recall. Souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. Na, például itt egy ilyen sikátor, ez is tök jól néz ki szerintem. Ugye ilyen modern üzletek vannak benn. Viszont a házak azok ilyen marha régiek. Például ugye bekukkantunk. Látjátok, hogy egy tök jó fodrásszalon. Belül nagyon modern. Kívül meg ilyen. Na, akkor, ha jól sejtem, van itt egy olyan nevezetű tér, hogy Széchenyi tér. Oda még elmegyünk, meg lemegyünk a folyópartra. Oszt. Ennyi. Egyébként ebben az óvárosi részben még mindig belekeveredek. Szerintem ebben az utcában félelően még nem is voltam. Abszolút. Itt a tovallószalon. More. De be kell térni. Ázsiai étterem. Ugye autók azok bejöhetnek engedéllyel. Van egy ilyen lezárt sorompó rész. Gondolom esetleg, aki itt van üzlete, vagy pedig ezért láttam itt ventőt, meg ilyenek, azok természetesen be tudnak jönni. Sértem a személyiségi jogait pár embernek biztos. Nem tudom azt, hogy van, hogy lehet-e videózni bárkit, de nagyon durva, nem? Amint így egész végig nem is vettem ezt, mert mondom, túl hosszú lenne, de nagyon sok az ilyen sétáló rész itt. Itt egy ilyen kisebb városnyi rész.
Közben merül a telom, úgyhogy lehet, hogy olyan hosszú már nem lesz ez a videó. Kísértünk erre a térre. Ja, ha jól sejtem, Széchenyi tér. Nem vagyok benne biztos. Ja, itt szoktak ilyen rendezvényeket csinálni. Múltkor itt volt egy ilyen nagy színpad. Meg itt tudom én, ilyen bornapok vannak, meg minden kutyafasza. De itt is ugye kijöttünk ide, arra is. Sétáló rész még. Arra is, ott még sétáló rész. És még tovább arra is az. Ott megy egy autó nagyon messze, ott látjátok, ott van vége gyakorlatilag. Ja, meg majd azokat a bringákat kellene kipróbálni, tudjátok, vannak azok a győrbike, vagy mi a franc. Le van ragva mindenhol, azt a lehet őket használni. Na jó, srácok, szerintem el is búcsúztam. Ennyi volt ez a videócska. Láttunk egy 80-as MTZ-t, meg körüljártuk itt a környéket. Csá! Silent nights recalling you.